saltine crackers, 10 cents a pound. Big balls in Cowtown, we'll all go down. Big balls in Cowtown, we'll dance around. Hát az első 7 fordulót azt megnyertük, mi vezettük a tabellát, sajnos az utolsó 3 mérkőzésen egyszer x-eltünk, és az utolsó 2 viszont kikaptunk. Ez nagyon sajnálatos, nem jól teljesítettek a játékosaink, ennél többet vártunk tőlük. Még 2 mérkőzésünk van hátra, egy hazai és egy idegenbeli, reméljük, hogy ezeket meg fogjuk nyerni, mert így visszaestünk a 4.-5. helyre. Minden játékosunknak jobban oda kell figyelni a teljesítményére. Én úgy gondolom, hogy edzés hiányból adódott ez a vereség. Volt 2 hét szünetünk, és a fiúk igazán nem vették komolyan, hogy ez alatt a 2 hét alatt is edzése kellene járni, és ez meg is látszott a teljesítményen. Az akarat vitte előre a csapatot. Hát sajnos úgy gondolom, el is bíztuk magunkat, és ezért nem sikerültek az utóbbi fordulók. Most elbeszélgetünk egy kicsit a játékosokkal, és reméljük, hogy a következőkben még újabb sikereket érünk el. A legtöbb ellenfelünkkel most találkoztunk először ebbe a szezonba. Egy ellenfelünk volt, akikkel már tavaly is játszottunk együtt. Igazából kitapasztalni azért nehéz őket, mert vannak hazai meccsek, idegenbeliek, és a következő forduló lesz az, ahol már másodjára találkozunk minden ellenfelünkkel, akkor már jobban oda tudunk figyelni, hogy kit kivel állítsunk össze. A fiatalokat kötelezően be kellett nevezni a városi, megyei és területi ifjúsági és serdülő bajnokságokba. Nagyon sok mérkőzés lenne, 3-szor dobnának egy héten, tehát az megerőltető, iskolai elfoglaltságok mellett nem is megy, úgyhogy kénytelenek vagyunk kihúzni a B csapatot a slamasztikából. Nem átraktuk a MB3-ból a játékosokat, hanem eleve 3 felnőtt játékos is le volt igazolva a B csapatba. Hetente egy felnőtt játékos dobhat úgy a B-be, hogy dobhat az A-ba is. Ezt írják elő a szabályok. Igazából nem a jó szereplés miatt neveztünk be, hanem azért, hogy a fiataloknak legyen gyakorlási lehetőségük, de örülünk neki, hogy az utóbbi pár mérkőzésen jól szerepeltek, mert amelyik fiatal ráért és tudott dobni a B csapatba, annak ez sikerélmény, és ez viszi előrébb. Most a sportközgyűlésen hangzott el, hogy 230.000 forintos működési költséget akartak nekünk megszavazni. Hát ez nagyon kevés, ezt már most kihasználtuk szeptembertől, vagyis ki fogjuk használni decemberig, bele sem fognak férni a költségeink. 6 ember dob egy mérkőzésen, cserejátékost vinni kell, ez minimum 2 autót feltételez, Sopron 120 km, oda-vissza 240, Úrkút hasonló, tehát elég nagy távolságokra járunk. Minél messzebb megyünk, ugye annál nagyobb költségei vannak az utazásnak. Abban bízunk, hogy amikor megalkotják az új költségvetést, akkor minket is elhívnak, és meg tudjuk beszélni a problémáinkat, mert úgy gondolom, hogy aki nem jár le a tekepályára, aki nem nézi át, hogy milyen költségeink vannak, az nem tud ebben érdemben dönteni. Hát melegítünk az most sincs, de a Szabó Feritől kaptunk egy garnitúra meszt, amit meg is köszöntünk, de ezúton is megköszönöm neki. Szeretnénk a jövőben még cipőket és melegítőket is vásárolni, az ellenfeleinknek általában van. Elég kellemetlen dolog tud az lenni, amikor szedett-vedett egy csapat. I'll stay in Cowtown, I'll stick around, board up your windows, big balls in town, big balls in Cowtown.